Újabb fejezetéhez érkezett az éleshangú üzenetváltás Parragh László és a jegybank között. Ezúttal az MNB szólt vissza az iparkamara elnökének. Közleményükben arra kérik Parragh Lászlót, hogy tartózkodjon a véleménynyilvánítástól a felelősségén kívül eső szakmai kérdésekben. Horn Gáborral és Német Péterrel beszélgetünk. Így van, itt vannak az urak, jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét. Volt már olyan a magyar újkori történelemben, hogy a szereplők egymást nyilvánosan minősítgették. Emlékszünk 2006 és 2010 között a kormányoldal környékén is volt ilyesmi. Mutatok Horn Gábor felé, mint hogyha ő maga tette volna. De hát akkor részese voltál ennek. De akkor az egy informálissal, és nem a nyilvánosság előtt történt, csak a kiszivárgott. Igen, a történet. Na de az, ami meg most itt megy, hogy a Magyar Nemzeti Bank voltaképpen a Parragh Lászlóéhoz hasonló stílusban utasítja Parragh Lászlót, hogy maradjon csöndbe, és ne szóljon bele olyan dolgokban, amikhez nem ért. Azért ez így elég erős, főleg tudva, hogy Parragh László Orbán Viktor másik jobb keze, Matolcsy György mellett. Hát, hogy valóságosan jobb keze Parragh László, ezt erős kérdőjel. Vagy ha Matolcsy György? Matolcsy volt, ugye Bödöcsit idéztem valamelyik írásomban, hogy tűzbe tenném, ugye jobb kezére utalva mondta, már régen nem a jobb keze egyébként. Parraghról másként gondolkodom, tehát nem mint jobb kezéről, úgy, mint a sok-sok hűséges vazallusa közül az egyik, aki egyébként egy kulcsszerepben van, nem azért, mert hogy az iparkamarának az elnöke, hanem mert azért, mert olyan funkciót tölt be a költségvetési tanács, stb. Tehát neki van lehetősége egyébként szolgálni, kiszolgálni Orbán Viktort, és jelek szerint helyenként bosszút állni, vagy soha nem arról volt híres, legalábbis az én szememben Parragh László, hogy szakmailag olyan megállapításokat tenne, vagy politikailag olyan megállapításokat tenne, amelyeknek súlya van. Ő maga egy súlytalan ember egyébként, az meggyőződésem. Matolcsiról azért ezt nem mondanám, még ha el is hibázta a Nemzeti Bankot. De ez ami itt történik, ez miközben tegyük hozzá Parragh László felesége ott abban a monetáris tanácsban üldögélt. A múlt időben mondtam, igen, amelyik egyébként mindent megszavazott vele együtt, hát ez egy külön pikantéria. De az egész azért is érdekes, mert Parragh László felesége most is megerősítette, hogy ő úgy gondol a Nemzeti Bankra, mint ahol kiváló szakemberek dolgoznak, miközben a férje meg azt mondja, hogy az az egyetlen mentség, de az sem mentség, hogy nem értenek hozzá. Hát ismerünk olyan családokat, akik nem ugyanazon a trekken vannak, ugye Magyar Péter szokott időnként itt lenni, ő is az anyukájával ugyanazt mondja. Én azt gondolom, hogy nem a Parragh a súlyos kérdés. Én a Parraghot egy hírvívőnek gondolom, nem hiszem, hogy ezt ő saját maga fölébred reggel, és azt mondja, na akkor most nekirontunk. A stílus, meg a maga szöveg, az persze a Csempe király szövege, de mert ugye Parragh Lászlónak tényleg semmi köze a pénzügyekhez, ennél egyébként súlyosabb hülyeségeket mondott a magyar oktatásügyben, ahol szintén ilyen hírvívő szerepben. De várj, ott is az történt, hogy végül megfogadta, amit mondott, igen, Orbán Viktor, hogy ő hozta a hírt, hogy hogyan kell átállítani a magyar oktatásügyet. Szerintem erről van szó. Tehát vagy az ő ötlete volt, ezt én nem tudom megítélni. Én szerintem erről van szó, hogy Parraghot arra használja a miniszterelnök, mint annyi mindenki más, tehát ebben egyetértünk ezzel, nem is vazalusi szerep, mint inkább egy ilyen a rossz hírhozója című szerep, hogy előre szaladjon, és akkor lehet egy kicsit akár visszább is menni. Na de akkor ez nagyon rossz hír Matolcsy Györgynek. Ez abszolút rossz hír Matolcsy. Én egyébként ennél sokkal súlyosabb problémának látom, ami folyik a gazdaságpolitika alakítása szempontjából. Ebben a szempontból a Parragh nem érdekes. De ami Matolcsy, Varga Mihály és Nagy Márton között folyik, és nem csak hárman szereplői a magyar gazdaságpolitika szempontjából, hanem ott van még Lantos Csaba, ott van a honvédelmi miniszter, aki szintén egy gazdasági szereplő, Csák János is ugye egy nagy vállalkozóként van a történet. Tehát Orbán, mint a körülültetné magát gazdasági szereplőkkel, és ilyen jó királyként rámutat valamelyikre, és ez a lehető legfelelőtlenebb magatartás. Tehát amit itt látunk, annak közvetlen kára van, és ehhez képest mondom, a Parragh nem érdekes, beszélgethetünk róla, de számomra nem érdekes. Nem, én se Parragh Lászlóról akartam beszélgetni, igazából azt vetettem volna fel, hogy az, amit itt látunk, az voltaképpen arról szól, hogy körbe mondják az emberek, a szereplők egymásról, hogy itt senki nem ért semmihez. Ja, belegondolunk abba, hogy amikor amikor megalakította Orbán ezt az új kormányt, akkor az volt az egyik indoka az átalakításnak, hogy nagyon erős gazdasági szereplőket kell beépíteni a kormányzatba, hiszen olyan nehéz időszak elé nézünk. Ha jól emlékszem, 6 darab gazdasági végzettségű szakembert épített be a kormányba, és ehhez képest egyrészt kaotikus állapotok vannak, és hogy még a kaotikus állapotok mellett, amik egyébként mellesleg valóságos indok nélkül vannak egy részük, mert a háború és a szankciók, ezek nyilvánvalóan nem egy elfogadható érvrendszer, de hogy ezek az emberek nem, hogy egy irányba vinnék, hanem szanaszét beszélnek. De hogy azért beszélnek szanaszét, mert nincs egy sorvezetőjük, ami minden ügyben szokott lenni, amit kapnak egy ilyen központi kommunikációs panelt, és ez megszűnt, vagy a hirtelen változásokat nem tudják követni, és ez egy új jelenség a Fidesznél. Minden esetre ebből az következett, hogy tényleg szétbeszélnek. Az más kérdés, hogy ebből mi az, amit az ellenzék profitál. Annak más. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy a Nemzeti Bank nem tudta kezelni a válságot, hát nem tudta kezelni az inflációt. Onnan indult el. És majd a kormány kezébe veszi ezt a dolgot. Ugye a Nemzeti Bank függetlenségét törvény szavatolja, és az Európai Uniós megállapodások is. Azt mondta a miniszterelnök, hogy beletört a bicskája. Igen, ez fejsze kell, és neki van. Az a probléma, hogy Orbánnak tört bele a bicskája a magyar gazdaságba. Ugye egy olyan országban élünk, ahol több mint egy éve gazdasági recesszió van. Egy olyan országban élünk, ahol jelentős reáljövedelem csökkenés sújt mindannyiunkat, kivéve a legjobbakat, mert mondjuk a miniszterelnököt ellenmerőkenél nagyobb fizetésemelést kaptak. Egy olyan országban élünk, ahol 18% fölött lesz mindenféle hazugság ellenére, ugye itt arról szól, hogy egy számjegyű infláció. Hát a decemberi adat. Az lehet, de az éves infláció az 18% lesz, 3-szor akkor, amit az Európai Uniós átlag. Egy nagyon súlyos gazdasági válság kellős közepén ülünk, aminek persze van külföldi oka, tehát a háború, a szankciók, az nem, mert azok a háború következménye, tehát az már nem igaz, és erre ez a fajta csapat nem tud értelmes válaszokat adni, egymást kioltó válaszokat adnak, tehát szerintem arról van szó, hogy Orbán megrendel valamit, hogy gyerekek, ne legyen baj, hogy legyen növekedés. És akkor van, aki ezt az igényt, ugye Nagy Márton kielégíti, aki nyilván pontosan tudja, hogy ez nem így működik. És van, aki nem elégíti ki, mint a Matolcsy, aki szintén pontosan tudja, de más helyén ül a történetek, és van a Varga, aki nem tud aludni valószínűleg, hiszen az egész felelősség a végén a pénzügyminiszter nyakába szakad, lásd hiányszámuk, amik teljesen elszaladtak. Tehát azt gondolom, hogy itt egy gyakorlatilag pénzügyi gazdasági értelemben az ország jelenleg irányítatlan, mert van egy óhaja a miniszterelnöknek, Orbánnak arra vonatkozóan, hogy hát gyerekek, azért baj ne legyen, és közben nagyon súlyos bajba vagyunk. Akarhat-e jobb helyzetet magának, miközben persze számukra is rossz az ellenzék politikai értelemben, mint hogy ekkora gazdasági baj van, ezzel szembesülnek az emberek, látják, hogy mennyit ér a pénzük, hogy egyre kevesebbet tudnak vásárolni, hogy elfogy a tartalékuk, és így tovább, és így tovább. És közben ez zajlik a megszólalók részéről, amit az előbb ti ecseteltetek. Ugye a politikailag korrekt válasz erre az volna, de hát Orbán Viktortól tudjuk, hogy ezt ki kell dobni a PC-t az ablakon, hogy hát nem drukkolhatunk azért. Rosszat hogy... senki nem akar, persze. De természetesen a felvetése teljesen igaz, és az előbb egy fél mondatban jeleztem is, hogy ezekből a egyébként zavaros magyarázatokból, az egymást kioltó magyarázatokból és a sok-sok hazugságból egyik oldalról, másik oldalról, hogy az emberek rossz létéről, az, hogy a zsebük egyre inkább kiüresedik, egyelőre nem látszik, hogy bármiféle profit keletkezne az ellenzéki oldalon. Hát illetve van itt egy friss, meg medián felmérés, az azt mutatja, hogy a pártok szintjén nem, de közben azt mérte Han Endre társasága, hogy a lakosság 2/3 úgy véli, rossz irányba megy az ország. Nem ellent annak, amit te mondtál, vagy amit én mondtam. Nem, azért a pártok szintjén ebből semmi nem jön vissza. Mert ugyanolyan egymást kioltó és ellentmondásos üzenetek vannak a másik oldalon is. Tehát ugye, ha megnézzük, hogy az egyik azt mondja, hogy még több ársapka, a másik az, hogy egy se. Az egyik azt mondja, hogy az áfát töröljük el, a másik azt mondja, hogy ne nyúljunk hozzá az adóhoz, az áfa típusú adóhoz. Tehát most csak 2 konkrét, töménytelen ilyen példát, nincs Én nem azt mondom, hogy egyesülnie kéne az ellenzéknek. Egy ilyen helyzetben mondjuk a parlamenti ellenzéki pártoknak nem lehet leülni és megállapodni abban, hogy ezt mondjuk, hogy ez egy közös, ettől még nem kell összefogni, nem kell együtt indulni, de hogy van egy álláspontunk, hogy a legfontosabb kérdésekben legyen egy kánon. Tehát itt egymást kioltó szövegek vannak, ezek a pártocskák időnként közepes, időnként kisméretben leginkább egymással harcolnak. Nem bemutatják a helyzetet, nem megoldásokat adnak, hanem egymásnak feszülnek, amit nagyon utál az ellenzéki választó, nagyon utál, aki szereti Orbán Viktor, mert neki ez tulajdonképpen egy kellemes helyzet. Tehát az, hogy ebből nincs profitálás, annak szerintem az az oka, hogy nincs megoldva az alapvető probléma, hogy mi a kínálat a másik oldalon. És ugye, ami még egy érdekesség, elnézést, az az, hogy itt már mindenki antikapitalista válaszokat ad. Tehát ugye, ha megnézzük a szlovák választásokat, ott éppen a második helyen egy jobboldali liberális párt szerepel, pedig Szlovákia nem olyan nagyon különbözik társadalmi összetételében Magyarországhoz, sőt, büszkék szoktunk lenni, hogy mi polgárosodottabbak vagyunk. Ehhez képest ma ugye Gyurcsány meghirdeti a szélső baloldali fordulatot, ugye ott is egy újabb szociáldemokrata. Jó, azért fizessenek a gazdagok, az nem a klasszikus jó, szóval azért ezt megnézhetnénk, a baloldali fordulatot, akkor finomabban fogalmazok, rendben, értettem a célzást. Dobrev Klára előbb ült itt, elmondta, hogy mindig is baloldali volt a DK. Ehhez képest tudnánk közösen idézni ennek az ellenkezőjét. A Momentum ilyen zöld alternatív kártén kezdi el magát, ebből van még 2 Magyarországon, úgy jelzem, és mintha nem lenne egy képviselő se annak, hogy itt van egy olyan polgári társadalom, ahol a tőke, a verseny, a piaci mechanizmusok azok, amik szabályoznak, és ahányszor az állam bácsi ebbe belenyúlogat, akkor az mindig csak kárt okoz. Mert ez nem lehet elég népszerű, azért de van erre szavazó, ez nem igaz, hogy ez nem elég népszerű. Azt hogy oldjuk fel, azt az ellenmondást, hogy a választók közel 3/4, de több mint 2/3 úgy gondolja, hogy kormányváltás kellene, és alig 1/3 talál magának az ellenzéki oldalon pártot? Hát ez tulajdonképpen Gábor elmondta hosszan. De erre valami választ az ellenzéknek előbb-utóbb adnia kell? Hát ahhoz, hogy az ellenzéknek legyen egy egységes válasz, ahhoz el kell jutni odáig, hogy bizonyos fő kérdésekben legyen kánon. Egységes válasz kell, ez biztos? Vagy valami másra vágynak a szavazók? Bizonyos kérdésekben igen, egységes válasz kell, különben teljes kakofónia lesz. Tehát az, hogy hogyan lehet ebben az országban megélni, élni, hogyan fogsz majd jövőben élni, és milyen kínálat van igazi, ebben egységes válasz. Nyilván szakpolitikai kérdésekben lehet különbségeket tenni, lehet árnyalni, de most, amikor ilyen helyzet van, azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdésekben igenis valamilyen közös álláspontot kell ki, ebben egyetértünk teljesen. Az, hogy a párbeszédnek egyetlen egy szavazóját sem sikerült felelni a mediánnak. Ti is szoktatok mérni. Nálatok van párbeszéd szavazó? Hát az egy furcsa dolog volt, mert ott a másik oldalról meg azt mondta, hogy 1%-on van, tehát hogy ha nincs egyetlen egy, az 1000-ben nem talált egyet se, akkor nem tud 1% se lenni. Ki az új adatainkkal. Abban lesz párbeszéd. Abban valamennyi párbeszéd lesz, igen. Tehát csak nem akarom megelőlegezni, de én... persze a párbeszéd tényleg nagyon nehéz helyzetben van, sose volt igazán jó helyzetben. Tehát nem véletlen ez a neve a párbeszédnek, ugye, ami úgy tűnik, hogy véletlen a demokratikus koalíció név, mert ugye most már kiderült, hogy ez nem erről szól, hanem a szocdem pártról, visszafogom magam. Ugyanúgy a párbeszéd ugye tényleg arra szövetkezett... A szocdem párt lehet demokratikus, nem? Abszolút, mi az, hogy nagyon is, csak az nem egy kivel köt koalíciót ebben az esetben. Na, de minden esetre azt gondolom, hogy a párbeszéd tényleg arra mindig abban az irányban akart a szerepet vállalni, hogy valahogy kijönni az, hogy közösen valamit tegyünk. Ez egy kudarcos vállalkozás volt, különösen a 22-es választási eredmények okán, ami nem az együttműködés kudarca volt. Tehát szerintem itt egy rossz megfejtés van, és ebben a rossz megfejtésben egyre többen belenyugszanak, mint hogyha az együttműködés nem az együttműködés vallott kudarcot, hanem az együttműködés hiánya, a Fidesz hazugságai, a választói vásárlás, és Márki-Zay Péter vallott kudarcot, nem az együttműködés. És szerintem itt van egy tévedés. Az ellenzéki szavazó nagyon szeretné az együttműködést. Erre vannak adataink. 3/4 körülbelül az együttműködésben gondolkodik. Ehhez képest nem erről beszélnek az ellenzéki pártok. Hát a szocialisták beszélnek leginkább éppen erről, és hisznek abban, hogy valamilyen módon majd lesz. A Kunhalmi Ágnes mai interjúja azért már egy pici távolságot tart ettől. Hát mert egyedül vannak ezzel, és hát egy idő után ezt be kell látnia, gondolom, egy pártnak, hogy hiába mondja ő egyedül. Így van, hát nyilván érdemes valamilyen módon éppen a választók érdekében fenntartani azt a látszatot, hogy mi azért változatlanul szeretnénk az együttműködést, hogy ott fogjon össze az ellenzék, de hát ennek a realitása éppen ezeken a pártokon megbukik, hiába akarja a választó, hogy így legyen. Nagy kár, hogy ez így van szerintem, tényleg nagy kár, és ez akadályozza meg többek között azt, hogy legyenek közös gondolatok. Meglátjuk, hogy merrefelé fordul ez a történet, hiszen addig van még, hát 3-4 év, addig sok minden történet, ezt ismerjük az ellenzéki pártok történetéből is. Köszönöm szépen mindkettőtöknek.